Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, Mátrának és Horváth Vitával, volt Dunaújváros, illetve válogatott klasszisbállóssal nézzük a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Mosonmagyaróvári KC esemény mérkőzést. Sok szeretettel köszöntelek. Jó estét kívánok, üdvözlöm én is a kedves nézőket. Először is hadd mondjam el, hogy nagyon örülök, hogy Dunaújvárosból közvetítünk. Nagyon jó érzés volt bejönni ismét a sportcsarnokba, nagyon szép éveket töltöttem itt. Én hazai pályán egy meggyőző újvárosi győzelmet várok. Talán egy kicsit lehet, hogy nehezebb kezdéssel, de azt gondolom, hogy nem véletlenül áll a Dunaújváros a hatodik helyen. Jó játék! Pirosban a szokásos hazai mezben láthatjuk a dunaújvárosi lányokat, illetve fehérben a Moson-Magyaróvári hölgyet. A mérkőzés két játékvezetője, Nagy Ferenc és Úróci József. Ők az elmúlt két évben nem vezettek mérkőzést, nekünk az utolsó találkozót 2014-ben fújták, amikor is az MTK vendégeként egy magabiztos 10-gólos győzelmet ért el együttesünk. Moson-Magyaróvári klub olyan fiatal, hogy nekik még nem vezethettek mérkőzést, hiszen csupán 2014 júliusában alakult az együttes a Veszprém Barabás klub utódjaként. Ezt mindenképpen el kell mondanunk, hogy jó hír csapatunk részéről, hogy Csemille Micsijevics felépült sérüléseből, és ott lehet a pályán. Mit gondolsz, Vita, hogy az ő visszatérése mennyiben segíti a csapatunkat? Biztos, hogy több variációs lehetősége lesz így Győd Lászlónak. Ő nyilván segíteni fogja. Kérdés az, hogy milyen állapotban van jelenleg. Azért jó pár mérkőzést kihagyott, formába kell jönnie, mondom, részfeladatai lesznek ezen a mérkőzésen még inkább. A védekezésben azért a magassága nagyon számít, több, így akkor a védekezésben is több variációs lehetőség lesz, úgyhogy hát majd meglátjuk, hogy mekkora szerepet szám neki most. Micsijev is le is ült a padra, és a szokásosnak mondható Rácz Szalai Cifra Karnik, két hármas védő, illetve Kovács és Kulver csapattal kezdünk, tehát Karnik Szabinát és Cifra Anitát láthatjuk majd a védelem tengelyében. Amióta Micsijevics kiesett, ez a kezdő felállás, annyival megvariálva, hogy támadásba érkezik Tudor Kitti, tehát Szalaiba vetnek kell a Valákiusz Moszkán pótolni a horvát játékos. Egyébként ez egy jó felállás, hiszen két-három gyorslábú és ugyan ilyen zsugás játékosról beszélhetünk, úgyhogy szép támadásokat vár, megoldásokat. Moson-Magyaróvárban bízik Réka, Kopec, Barbara, Bóti, Fruzsina, Dombi, Luca, Csala, Anita, Katara, Lóra, kezdtözben pedig az első támadásokat elhibázzák is, illetve Kohász. Pörgetett lövéssel próbálkozott, egyébként nem volt rossz kísérlet. Ez egy kicsit talán elhamarkodott támadás volt a Dunaújváros részről. Láthatjuk azt az újdonságot, és hát igazából ezt már a kispesteni meccsen is megfigyelhetjük, hogy Karnik Szabina nem megy le egyből, hanem támadásnál másik válasz pozícióba felfújt, és hogyha nem tudja a csapat gyorsan befejezni a támadást, akkor cserél Tudor Kittivel. Igen, hát a védekezésből egy gyors lerohanást kell indítani, és ha közben cserélnének, akkor ugye ez nem tudnák ezt véghez vinni. Azt gondolom, hogy a termete alapján meg tudja oldani ezt a beálló feladatot ideiglenesen. Guntaja Viktória jó irányba mozdult, így mi támadhatunk. Szalai, és megszerzi a vezetést a Kohász, és rögtön egy sárgalapos büntetést kap, bízik Réka.
Ő amúgy a csapatának a legeredményesebb játékosa ebben a szezonban, 60 gólt szerzett, amivel jelenleg a góllövő listán az előkelő 8. helyen áll. Mind csapatunkból, a Kohászból Kovács Anna a legeredményesebb, ő már 82 találattal jár, egy góllal lemaradva Kristi Krisztinától, úgyhogy mindenképpen elmondhatjuk, hogy ő kulcsjátékos, a legeredményesebb játékos itt Gyulaújvárosban. Ez egy nagyon szép meglátása volt Szalai Babettnek. Úgy néz ki, egyelőre jó ez a két beálló átmenet a lerohanásból. Egymás után most szép két gólt jöttek. Igen, nagyon fontos a zárt védekezési hatos fala, hiszen a mosonmagyaróvári lányok sem azok az igazi nagy termetű játékosok, hogyha zártan tudjuk őket tartani, és hátul gondolja a Viktóriának egy biztos támpontot van a védelem, akkor utána így kivédekezett van. Labdákból tudunk majd támadni. Igazán ez a klasszikus nagy átlövőjük, talán annyira nekik sincsen. Ők is próbálkoznak befutásokkal, ugyanitt az előbb is két beálló játékot játszottak ők is. Úgyhogy ez ellen ezért is választottam, gondolom, György László ezt a stabil hatos falas védekezést. Mosonmagyaróváriak annyiban hasonlítanak ugye a Kohászra, hogy fiatal magyar játékosokkal próbálják meg az általuk kitűzött célt elérni, igazából a klub is. A mosonmagyaróvári KC, az önkormányzat, illetve a Győri Ungietó három oldalú megállapodásával jött létre, abban a szellemben, hogy ugye a Győrbe ifjúságért a junior játékosok, akiket alkalmaz a klub és nem félne be a felnőtt csapatba, ők tudjanak versenyező NBA-ben egy másik együttesben. Te, mint utánpótlás edző, mit gondolsz erről én a témáról? Én ezt nagyon jónak tartom, hogy úgymond nem engedik a kinevelt játékosokat szabadjára, és hát ugye azért a nagy Győri, ugye a régiósokra épül főleg, ezért ez egy nagyon jó megoldás ott a környéken lévő tehetséges játékosoknak. Ez egy szimpatikus megoldás, mindenképpen biztosítják nekik, és hát első osztályban edződhetnek már, igen, fiatalon. Szalai Babett megszerezte a második találatát. Kopec, újabb felélődés, hát kicsit felfaltos volt eddig a játék, ezeket nem fújják szét. Igen, ezt talán megadhatták volna, de ennyi belefér hazai pályán, az gondolom. Második sárga lap szabálytalanságért a mosonmagyaróvári csapatnál, és akkor érkezik Udor Kitti, aki a bajnokság elején télsérülés miatt elég sok mérkőzést nagyon. 13 fordulóból csak 4-szer tudott pályára lépni. Neki is nyilván idő kell, hogy belőle a Debrecen csapatától érkezett, megszokja az új szisztémát, és mert sérült játékosként kiesett az elején. Nyilván számára ez nyilván nehéz feladat. Azért is nehéz, össze kell szoknia a társakkal, maga az, hogy formába jöjjön, tehát soha rosszabb kezdést, mint amit Ozma mutatott. Nagyon szép alsó lövés volt, szépen visszahúzta az alsó sarokba. 3 gólos már az előnyünk. És megérkezik a az első gyulajvárosi sárga, a Szalai Babett kapja. Érdemes megfigyelni a mosonmagyaróvári játékában, hogy ez viszonylag ritka, a mezőben nem cserélnek támadás védekezésben, tehát ez a csapat, mely próbálja megállítani a gyulajvárosi rohamokat, egy az egyben azt támad. Ez jó, mert akkor komplex játékosok vannak, ez mindenképpen jó, ez is lenne a cél, mondjuk így kinevelni a játékosokat, hogy ne csak támadni tudjon, védekezni is, majd fordítva. Közben ismét egy sikertelen kísérlet Kopesztől, hát most szerencséjük volt, hogy visszapattant egyelőre. Az átlövéseket azokat hatékonyan védi Oguntoye, ez egy bosszantó hiba, hogy pont oda került hozzá, oda pattant a labda. Nekem úgy tűnik, egy kicsit olyan óvatos még mind a két csapat, nem érzek még olyan nagy iramot tempót. Talán ez azért is lehet, mert hogy hamarosan újra találkozik a két csapat. Aztán majd meglátjuk, hogy jobban megiramodnak-e.
Igen, szerdán Moson-Magyaróváron, a Magyar Kupa 5. fordulójában szintén farkaszemet néz a két együttes. Most egy kicsit ilyen erőltetett menetben van a csapat, hiszen egy hét alatt 3 mérkőzést is fogjuk játszani, hiszen hétvégén érkezik az MTK. Talán még az első mérkőzésre nem biztos, hogy mindenki ki akarja teríteni a kártyáját, hiszen a kupa mérkőzésről tudjuk, hogy egy meccses, teljesen más lélektanú ütközet. Igen. Biztos, hogy nem úgy mennek ki a pályára, hogy esetleg az van a fejében, hogy 3 mérkőzés van egy hét alatt, most egy kicsit spórolok, de azért én úgy érzem, most egy picit óvatosabban kezd mind a két csapat, és egyelőre sok hiba is van. Most kijöttek egy nyitottra a dunajvárosi lányok. Igen, bent maradt Kudor Kitti, ezért ő lehúzódott balszélre, és Vince Melinda hozzavaró pozícióban, sajnos gollal. A Moson-Magyaróvár, illetve egy kiállítás. Ez egy szép Moson-Magyaróvári megoldás volt, elfutott a zavaró mellett, az irányító befutott, és egyből meg is tudták játszani. Sok csapat játsza nyitott ellen. Egyelőre Dunajvárosi részről sok hibát látok. A kapust nem hozzuk le most támadásban, ellenben Beálus szintanít a helyet érkezik. És sajnos az első lövése kimarad. Picit, mintha megenne illetőt, tehát nagyobb lendülettel is lehetett volna a helyzetben. Ezt érzékeltem most én is, hogy bátortalanul indult rá. Pedig egyébként azt mondják, hogy a lélektana az ember hátránynak az, hogy milyen nincs veszíteni valód, akkor néha hatékonyabb szokott lenni az a csapat, aki hátrányban van. Jó védekezés, eddig bár elég rendhagyó, hiszen Rácz Vince Melinda védekezik középen, ilyen se sűrűn lát. Igen, ez egy új megoldás. Nem tudom, hogy esetleg egy 4-1-et akarta megpróbálni György László, leszorult egy kicsit a Melinda, de nagyon szép lábmunkát ide-oda oldal, azt a befutott két játékos, ez az ő érdeme volt, hogy nem született most gól. Huntelje Viktória nagyszerű védésével, egy kicsit úgy érzem, mintha Ugu olvasna ezeket a lövéseket, de nagyon tudatosan megy az adott oldalra, ahova neki kell, úgyhogy ez mindenféleképpen bíztató az egész mérkőzésre nézve. Egyelőre olvassa a lövéseket, és muszáj is neki, már úgy veszem észre, hogy kevés sánc, tehát nem teszik fel a kezelitet, úgyhogy nem tud igazodni egyelőre még a sánchoz. Kovács Anna nagyon szép visszahúzott lövéssel megszerzi az első találatát, az ő góljaira nagyon nagy szükségünk lesz. Az elmúlt fordulóban szinte műveket valamit szalajba vett, vitték a válogatott csapatot, ők lőtték a legtöbb gólt, úgyhogy mindenféleképpen az ő gólerős játéka nagyon fontos a Kovács számára. És akkor most még jó lenne a Dunajvárosnak, ha ebbe becsatlakozna majd ugye újra a Micsievics, illetve Tudor, hogy ez a teher elosztódjon a csapaton belül, hiszen nem kell csak rájuk figyelni, több figyelem összpontosul a többiekre is. Csala Anita helyett Gerhát Fanni a pályán, jobblövő pozícióban. Passzív jelzés a játékvezetőktől, ez egy szép lövés volt. Ez egy parádés gól volt, nagyon szépen felhúzta. Talán ilyet Görgics Anitától szoktunk látni, lehet tőle tanulta. Tanulni mindenképpen tudta, hiszen ugye ő is Győri Audietto nevelés, többszörös junior válogatott. Minden esetre jól megtanulta. Kovács. Kimaradt a Kudor Kitti, pedig még szélre is kimutatta a labdát. Még arra is volt ideje, hogy Zicserből kimutassa, így van. És még szép lassan befordult. Egy pici bizonytalanságot érzek most nála. Pedig azt gondoltam volna, hogy bizalmat ad neki az első gólja. De hát a hiba az benne van. Kovács Annát most megverte Bóti Fruzsina, de szerencsére Cifranita remekül sáncolt. Szép.
Szép találat is. Kis javította az előző hibáját. Ez a, ez kicsit, mint a sok lett volna, én annak éreztem, de hála Istennek a játékvezetők megadták a találatot. Ez az induló csel, amit most csinált, ez már a régi kudort itt emlékezteti nekem. Nyilván az ő játéka is nehéz ebben a helyzetben, hiszen inkább a figurák előkészítésében a játékszervezője, játékszervezésben jeleskedik. Így, hogy Szalai Babett személyében nem egy klasszikus balátlövő van ott mellette, így azért több feladata van a cselezések, illetve betörések terén. Igen, de ez egy, amit az elején is mondtam, hogy sok ilyen játékszervező, nincs klasszikus irányító. Ettől függetlenül még szépen betörésekkel összehúznak, két ember tovább passzolják. Tehát, amit mondtam, sok ilyen kis zsugás játékos jó megoldásokat tudnak kivitelezni. Oguntoja Viktória védte Bízik Réka zicserét, és sárga kapott Kovács, hogy a következő hasonló szabálytalanságért már 2 perces kiállítást adnak a játékvezetők. Emberelőnyös figurát kéne előhúzni a tarsolyból, ott a beálló, gyönyörű találat. Látszik, hogy Kovács az, aki az ilyen játékhelyzeteket lehozta, előbb is nyújt neki a bal szélre a labdát, csak Rácsi Melinda nem tudta, hogy nem vállalta el a viccet, így most üresen maradt a beálló. Jól is tette. Azt érzem a Dunaújvárosiak játékán, hogy a végletek így játszák, most hosszabban akarnak támadni, szintszer így játszák, de hát ilyen emberelőnyös helyzetben így is kell. Melinda jól döntött, hogy onnan a sarokból, úgymond ullasztokból nem vállalta el. Nem a pozícióban lévőre álló, őt volt. Ami még meglepetés lehet egy kicsit Csamila Micsijevics jelenlétén kívül a Dunaújvárosi kispadon, hogy György László nyakában van most már az A-betű, és Zlávko Zovko meglehetősen számunkra ismeretlen módon nyugodtan ül a padon, hiszen egy koncepcionális, előrehozott és tudatos folyamat részeként György László vette át a karmesteri pálcát, úgyhogy jelenleg jó vezetőedzőben tudnak. Zovko tanácsadóként, mentorként segíti György Lászlót, és ez egy hosszú távú építkezésnek az első fázisa, egy talán most úgy nem volt a kisadhatal. Igen, már nagyon szépen kijátszották ismét. Jól védett a Mosonmagyarok első kapus. Azért is kér időt a Mosonmagyarvári edző, mert véd a kapus, nem mentek még el annyira, de folyamatosan zicserbe kerülnek a dunaújvárosi játékosok, és gondolom ezt szeretné megelőzni, hogy esetleg jobban elhúzzon a dunaújvárosi csapat. Visszatérve Zobko mesterre, szerintem nem is láttam még így, hogy ilyen nyugodtan üljön a cserepadon, tehát ez, ugye, amit említettél, a felépített, tudatos dolog. Erre már láttunk példát a francia válogatottnál, hiszen Claude Onestával megnyertek mindent, olimpiát, Európa-bajnokságot, világbajnokságot, és ott is egy szisztematikus építkezés révén adta át a helyét Dinárnak. Reméljük, hogy ez is egy hasonlóan sikeres folyamat lesz, hanem Didier Dinár is világbajnoki címet járt. Ez egy nagyon jó párhuzam, amit most mondtál a két eset között. Akkor a dunaújvárosi csapat bízhat abban, hogy a végeljelentés ilyen sikeres lesz. Azt látni kell azért, hogy ugye a franciák is, itt amit mondtál, az is egy hosszú út volt. Itt gondolom ugyanúgy a dunaújvárosi vezetőség is, ahogy szépen felépíti. Türelem van a vezetőség részéről, és aztán utána lépésről lépésre, szezonról szezonra tudnak építkezni és előrelépni. Ez a változás amúgy a szezon végén amúgy is bekövetkezett volna, tehát ezért nem annyira váratlan senkinek, de mindenképpen ugye a klubnak az erősségét jelzi az, hogy sikerült megtartani a meghatározó játékosokat, Kovács Annát, Oguntoja Viktóriát, Szalai Babettet mellettük a fiatal ígéreteket, Grosz Vivien,
Molnár Beatrice-t és Lee Victoriát, és ugye mert ez a váltás amúgy is nyáron bekövetkezett volna, talán a mostani szezonban már lehet új lendületet adni az együttesnek. Rácz Vince Melinda góljával pedig már 3 góros az előny. Egyelőre a Mosó-Magyaravári időkérés nem hozta edző által. Bízott benne, hogy kicsit följebb tudja hozni a csapatot, de nagyon szépen kijátszott a Dunai Városi csapat. Vince Melinda azért egy utolsó játékos. Dombiruca maradt üresen és megszerezte második találatát a mérkőzésen. Ő azon kevés, hogy szinte ugye egyetlen Mosó-Magyaróvári játékos volt, aki a felnőtt állapotba bekerülve szerepelt az Európa-bajnokságon. Nagy feladatot nem kapott, hiszen nagyságrendileg 10 percet töltött a pályán. Mindenképpen példaértékű, hogy az viszont kivitt egy fiatal játékos is arra a posztra, ki akarta próbálni. Szerintem Dombiruca nagyon örül ennek a lehetőségnek, vagy örült ennek a lehetőségnek. Belekóstolhatott, milyen egy igazi felnőtt világversenyen szerepelni, maga a közeget szokta, úgyhogy biztos, hogy ez önbizalmat adott még neki a további, a jövőjére nézve. Úgyhogy, hát aztán most itt a feladat előtte, hogy szerepeljen, úgy teljesítsen majd a bajnokságban, hogy Rasmussen mester újra visszahívja. A Guntér Viktória parádés védése Katona Flóra zicserénél. Egy kicsit azt érzem a Mosó-Magyaróvári csapaton, hogy nagyon jó ez a fiatal magyar játékosok szerepeltetését kigondolt koncepció, de hogy talán hiányzik pár rutinos játékos, tehát viszonylag korán vannak bedobva a mély vízbe, és nincsenek olyan játékosok, akik a stresszes szituációban talán egy kicsit a csapat szekerét ki tudnák húzni az önökből. Igen, hát sokszor van az, amikor kétes szituációban nagyon hiányzik a rutin, akár végjátékoknál, szoros állásnál, sokat számít, hogy ott van a fiatalok mellett egy rutinos játékos. Az a kérdés, hogy a vezetőség mit vár a csapattól, ha türelem van, akkor be lehet dobni őket így a mély vízbe, ilyen fiatalon. Kell nyilván mellé egy olyan mentális felkészítés az edzői vagy a háttérstáb részéről, hogy az esetleges kudarcokon ezek a fiatal játékosok túl tegyék magukat, és ugyanilyen önbizalommal játszanak. És én jó dolognak tartom, hogy így bedobják őket a mély vízbe, hiszen már ilyen fiatalon megedződnek az első osztályban. Volt időnk ezt megbeszélni, hiszen György László is kikérte az első idejét a mérkőzésen. Tudjuk, hogy ez a Mosó-Magyaróvári koncepció Róth Kálmánnal indult el, vagy Lavati Tamás követte Varga József, aki Veszprémben még pályaedzőként segítette Róth Kálmán munkáját, úgyhogy nyilván ez a fiatalok versenyeztetését, ez a koncepció nem újdonság számára. Hát igen, együtt dolgoztak, gondolom ugyanígy, ahogy váltottak, hasonló munkát visz tovább, hasonló szisztémában edzhetnek. Azért belefújtak a játékvezetők a Mosó-Magyaróvári támadásba. Nekem valahogy hiányzik egy kicsit, mondom, a gyors tempó ennél. Ez egy nagyon szép átlövés. De sem volt egy megfelelően előkészített átlövés helyzet, inkább egy kiváló egyéni megoldás. Spontán lövés volt, és amit már a mérkőzés elején is említettem, hogy Oguntója olvassa a lövéseket a védéseinél, hiszen nagyon kevés a sánc, ami segítené támpontot adna a kapusnak. Nem nincsenek fönt a kezeik a lányoknak, ha pedig ennél a hatos falas védekezésnél szükség lenne rá. Nem is egy magas hatos fal, de nyilván azért, hogyha ott van egy labdok, akkor ő is tud ahhoz igazodni, és akkor talán jobban be tudják határolni a Mosó-Magyaróvári átlövőket. Szalai Babett nem tudta eljutatni a labdát Cifra Anitához. Kovács. Ez viszont most Véninger
Alex olvasta ezt a visszahúzott lövés, de Hulber Ketrin gyönyörűen fut vissza is. Javította Kovács Anna hibáját. Támadást. Most igen. Már nem ismerte újra elindítani, pedig talán most ez egy jobb helyzet lett volna. Egy kicsit most csapongóvá vált a mérkőzés. Több technikai hiba is. Ez most a színvonal rovására ment talán, de mondom úgy szépen, mind a két csapat szépen feláll a támadáshoz, többször körbejáratját. Dunaui Város is most több keresztmozgásos játékot játszik. Talán nem is lenne értelme belemenni egy kapkodós, rohanós mérkőzésbe egy ilyen fiatal, gyors csapat ellen. Azért a Dunaui Város sem olyan idős csapat, úgyhogy szerintem jól edzettek. Biztos, hogy bírnánk velük a lépést, sőt én talán megismerem a kockáztat, hogy a Dunaui Városi jobb talán lehet, hogy jobb fizikális átlagban vannak a Somogyi rováriak. Így ránézésre is. Kudor Kitti védekezik jól a bal szélen is, felül bent maradt. Újfent rá Cince Melinda a zavaró. Igen, az előbb ugye volt egy nagy átlövés a gólzóvárnak, és ezért megütöttem most György Lászlóflat. Viszont van rá megoldásuk egyből, jó válasz jött rá. Igen, a mérkőzés elején az előző szituációt is szépen kihasználták, és most is Gerhard Fanni góljával legalizálnak, 8-8 az eredménye 21. percben. Nekem egy kicsit hiányoznak a megállító faltok. Sokkal jobban tördelniük kéne a játékokat a Dunaujvárosiaknak. Ez egy gyönyörű egyéni megoldás. Rácince, meg illetve a rutin, amiről beszéltünk. Igen, ez a rutin, ami még a óvári részről nincs, meg az itt Dunaujvárosban megvan. Nagyon szép átemelős cseh volt, és már egy szép befejezés. Azért Rácz Vince Melinda lábmunkája az, mondhatom, mivel együtt játszottunk, nagyon sokat tudom, hogy iszonyatosan nagy munkabírása van, nagyon sokat fut, dolgozik külön is. Tavalyi szezonban én nem is emlékszem olyan mérkőzésre, amit kihagyott volna, vagy maximum a legvégső esetben kellett őt pihentetni egy EHF kupás menetelés, illetve egy bajnoki szezon közben, úgyhogy ezt én is csak alátámasztani tudom. Igen, és láttuk itt a másik oldalon az óvári balszélső is próbálkozott volna egy ilyen átemeléssel, de ez már nem volt olyan hatékony. Most jól érkezik Cifra Anita, megvan a kiváló játék kapcsolat Szalai Babettel. Két oldal, ez a pakoház. Bízik Rékának amúgy nincsen könnyű dolga Hulber Ketrinnel, hiszen ő bár nagyon fiatal játékos, de rendkívül agilisan vérekezik, és most, hogy Dávid Azari Fruzsina gyermeket vár, októberben bejelentette, így első számú jobb szélsőnek lépett elő. Egy kicsit szerintem bosszantóak ezek a gólok. György László kérdőre is mondja. Volt sánc, nem volt sánc, tehát olyan éppen hogy felugrott. Kicsit agresszívabbnak kéne lennie a Dunaujvárosi védekezésnek, ezért ilyen szoros szerintem most ez a mérkőzés. Szabálytalanságot követően támad a Dunaujváros. Meglepően sok hiba van, ezért is van ilyen kevés gól. Sem volt most egy jó megoldás. Nem kéne Wieninger Alexát nagyját lenni, mert ahogy néztem a bemlegítésnél, Szemere is úszja, végigült a padon. Tehát esetleg egy kapus cserénél nem nagyon tudnának itt beállítani, mert úgy gondolom, hogy ott valami probléma történhetett. Valószínű, úgyhogy igen. Nem kéne, hogy elkapja a fonalat a fiatal Moson-Magyaróvári hölgy. Jobb lenne, ha elbizonytalanítanák már a szerdai kupa meccsre. Kifelé most megverte Kovács Annát, nem volt segítség Hulber Ketrintől. És sajnos megint egál az állás, úgy látszik, hogy
Most folyamatosan ismételni tudom csak magam, hogy nagyon hiányzik a Dunajváros védekezésből az agresszivitás. Ennél azért ők keményebbek szoktak lenni. Nem tudom, ezt is majd utána megnézzük a statisztikát, de nagyon kevés megállító fal volt ebben a félidőben eddig. Szalai Babett kapott egy nagyot attól a Gyimesi Kirtitől, akinek a legtöbb 2 perce szám szerint 15 kiállítása van, és ezzel magasan vezeti a Moson-Magyaróvári gyorsági rangsort. Hát egy védekező játékosnak ez is benne van, illetve ez a rutintalanság is. Igen, most nem ő, hanem Csala Anita kap kiállítást. 25. perc, és most 2 percig vagyunk emberünkben. Nagyon sokat számít Szalai Babettnek ez a cselező készsége. Tehát említettük, hogy ő nem átlövő, inkább irányító, de ezek a gyors ritmusváltásokkal egyszerűen meg tudja zavarni az ellenfelet. Kudor Kitti pedig 7 méteresből talál be. Szám szerint a 4. büntetői lövi be ebben a szezonban. Úgy látom, György László hamarosan váltani fog ismét Takás Dusmát a melegit. Most a pihentetés szempontjából is gondolom váltani szeretne, illetve ő azért elég agresszív védő hírében áll, úgyhogy lehet, hogy emiatt is lépi meg most ezt a cserét majd. És most úgy látom, jobban feljöttek a kettes védők Dunajvárosi részről. Nyilván ugye a kiállítás miatt is, és nem olyan gyors lábú átlövőket ezzel próbálják. Igen, fel is rakták már a kezüket a játékvezetők. Most a Moson-Magyaróvár kicsit öli a játékot. Ugye ilyenkor 6 passz engedélyezett. Ó, hát ez most szerencséje volt, hogy hátterű pontot Kitti a kap. Annyira az embert figyelte, hogy a labdát nem is nézte ebben a szituációban. Teljes elánnal. Összeállnak. Szó szerint egy az egyenlen ilyen befogást. Hát, ez most olyan, úgy érzem egy picit, hogy ez a statisztika javítására ment ez a 2 perc. Igen, ugye szabadobásnál meg kell adni a 3 méteres távolságot, és azt mutatják a játékvezetők, hogy Kudor Kitti hamarabb indult el, mint ahogy elvégezték a szabadobást, közelebb volt az intésük ellenére. Ez egy kicsit szörnyszál hasonlatónak érzem most ezt az ítéletet. Kérdés, mit tudnak most kezdeni ezzel az ötelleni helyzettel. Igen, és ugye ilyenkor lekerült a passzív karjelzés az előző kiállítás nyomán. Most ugye újfent passzív, és Gyimesi Kitti megszerzi a második találatát is. Az az igazság, hogy most mondhatnám azt, hogy ez a kapusév volt, de nincsenek, továbbra is nincsenek faltuk. Tehát amikor van egy ilyen átlövő, aki egymás után lő ilyen 2 bomba gólt, akkor utána már úgy lépek oda, hogy el sem tudja lőni a labdát. Tehát igen, látunk már egyeneseket vannak is ilyen nagy átlövésből, visszahúzott oldalra történő lövéseket, és mivel lassan végeztük el a középkezdést, ezért már passzívan a játékvezetők kezel. Kluber Ketrin megmutatta, hogy kell egy beállónak, igen. Nagyon szépen egy kézzel leszette a labdát és beforgatta. Egyébként majdnem összefutott a 2 szélső. Vince Melindának, Rácz Vince Melindának szánt ezt a bejátszást egyébként Kovács Anna Kluber. Igen, és Ketrin, ha már kiharcolta, el is lövi majd a büntetőt, hiszen Kudor Kitti, aki az elsőt értékesítette, most a 2 perces kiállítását tölti. Kluber Ketrin. Akció volt, szeretett volna lőni. Adott magának egy gólpaszt. Igen, ott van a második talán. Debrecenben is volt egy hasonló szituáció, ott is 7 méteres kibázott, majd pedig a kipattanó belőtte. Azon a mérkőzésen amúgy rendkívül eredményesen játszott Kluber Ketrin, hiszen Kovács Annával egyetemben 9 gólt lőtt. Ő is ugye jobb szárnyunk volt, nagyon erős az a találkozó. Nagyon tehetséges fiatal játékos Kluber Ketrin, úgyhogy. Igen, ő az akadémiának az arca végül is, hiszen saját
nevelési játékos, megkapta a lehetőséget, és jól él vele. Az egyik szezonban a mostani két gólját is idevéve már 40 találattal jár a bajnokságban. Tavaly 16 évesként még az NB1-es junior bajnokságban 188 találatig jutott. Úgyhogy tényleg egy fantasztikus képesség, és nekem azt tetszik, hogy a legjobb egy nagyon magány játékos. Ilyenből keveset látunk női. Pont ugyanez a szó jutott nekem is eszembe róla, hogy magány, hogy látszik, hogy egyáltalán nincsen megilletődve. Egy rosszabb indítás után Dombi Luce kezéből ki is pattant a lap, de majd pedig azért összette és belőtte. Hiszen meglepő számomra is, hogy döntetlen, és nem elég hatékonyan a dunaújvárosi játék. Azt mutatták, hogy Rácz Vince Melinda belépette a hatos előtérbe. Kicsit most olyan káosz van a pályán. Igen, mindenkinek jól fog jönni ez a szünet, majd talán egy kicsit rendezni lehet a sorokat. Gyümesi. Na, pontosan ezek kellettek volna folyamatosan. Így már 9-10 méterre fölépni, megállítani. Bóti. Érdekes megnézni, jobb átfedő pozícióban Gerhard Fanni jobbkezesként játszik, most ő betolódott középre, de itt balkezes játékosok a lövősorban. Ezért valamennyire leszűkíti a repertoárt. Behatárolja a játékukat, de ezért is próbálnak keresztmozgásokat csinálni, hogy középre kerüljön jobb lövő pozícióba. Kovács Anna még 35 másodperc a félidőből, reméljük, hogy ezt végig lehet támadni, és sikerül gólra befejezni a találkozót. Csak jobb lenne a dunaújvárosi részről, ha még csak egy gólos is, de hogyan nem menjenek le a szünetre. Tudor sajnos most már léhúzta ezt a talajról lenyelvesztett lövést. Talán ezt egy kicsit gyorsan befejezte. Azonban sajnos Dombinak olyan alacsonyan van a súlypontja, hogy egy ilyen forgatásnál nagyon könnyen lehet dobni a védőt. Így a legrosszabb forgatókönyv valósul meg. Nem azt, hogy nem szereztünk volt, még a Dösen Magyaróvának lesz egy lövés, illetve ember hátrányban kezdjük majd a második félidőt. Fogultaja vér, 12-12, Rita egy rövid értékelési a szünet előtt. Azt várom Dunaújváros részre a második félidőben, hogy egy picit agresszívabbá tegyék a védekezést, amit mondtam folyamatosan, nagyon kevés megállítunk volt. Voltak percek, amikor úgy jobban mentek, akkor gólokat tudtak dobni, amikor nagy lendülettel mentek rá a óvára, akkor szépen becselezték magukat. Elvállaltak olyan átlövéseket, pont ezek a játékosok, akik nem klasszikus átlövők, ezekből nem születtek gólok, ezért van ez a szoros eredmény. Kapkodó, bosszantó hibák vannak inkább, inkább azt mondom, hogy bosszantó hibák vannak. A Mosó Magyaromány szépen lassan játszik. Ha nyitott a védekezés, akkor egy befutó játékból szereztek gólt, ha pedig 6-os falat védekezett az Újváros, akkor az átlövői tudta gólt szerezni. 14 perc van rendezni a sorokat, hamarosan jövünk a második félidővel.
12-12 a félidei állásban a Ház Kézilabda Akadémia, most már Magyaróvári KC este. Azért is fontos lenne a győzelem, hiszen 6. helyen áll csapatunk, viszont 2 pont megszerzésével meg lehet előzni a Vácot, és fél időben az MTK a Debrecen ellen vezet 14-8-ra, úgyhogy esetleg 2 csapatot is megelőzhetnénk egy győzelemmel is. 4. helyen fejeznénk be a bajnokság első felét, ami biztató. Azért meglepődtem ezen az eredményen, fél idei eredményen, azért még várjuk meg a végét, de valóban, hogy aztán még fontosabb lenne ez a 2 pont. Illetve a másik mérkőzésen a Siófok 20 góllal 28-8-ra vezet a Kispest ellen. Ismét Vince Melinda a rutinos megoldását nagyon okosan látta, hogy hiába kis szögből ugrik be, de a védője bent volt a 6-oson belül, úgyhogy egy kivételes kis harc volt. Kovács Anna büntetője maradt ki, nem megy maradt igazán a játék. Talán ugye már nagyok az elvárások vele szembe, de ezen a mérkőzésen sajnos. Ő is dinamikusabb szokott lenni. Büntetőt fújnak a játékvezetők, nem volt érvényes Bóti Fuzsira találata. Mosomagyaróváriaknál bal színen láthatjuk Hajdai Vanessát, aki ugye tavaly a Gyurgárosot erősítette és elházkuka győztesnek mondhatja magát. Úgyhogy ő szintén visszatérő a csarnokba, akár csak fel. Mind a két oldalon büntető. Továbbra is hibákat látunk. Két kiadott büntetővel kezdődik a második félidő. Nagyon fontos lenne, talán megtörnítte most a magyaróvári csapatot a második félidő elején. Talán az a rendület kitartan a mérkőzés végéig. Pedig fontos lett volna az előbb, hogy Kovács Anna bedobja ezt a 7 méterest, hiszen ember hátrányban voltak, viszont így, hogy Kupec is kihagyta. Ez egy klasszis megoldás volt, fellépett a védő, sikerült mögé bejátszani a labdát, Fidor Kikus nagyszerűen érkezett. 13-12 a Kohász. 13-12. Ha már beszéltünk a Debrecenről, akkor a Mosonmagyaróvárnak meglepő eredménye volt az 5. fordulóban, amikor 25-24-re legyőzték a Debrecen csapatát, úgyhogy Mosonmagyaróvár azért nagy bravúrokra is képes lehet, mindenféleképpen egy veszélyes együttes. Ez megint a fiatalok, az, hogy meg is lehet őket törni, el lehet bizonytalanítani őket, viszont ha belelkesednek, akkor meg hozzasztó nehéz megállítani őket, és ezt nem kéne hagyni a dunaújvárosiaknak, hiszen szépen tartják eddig az eredményt. Meccs elején azt mondtam, hogy szoros lesz az első félidő után, talán el az a dunaújváros, meglátjuk, hogy ez bekövetkezik el, de egyelőre még mindig hiányzik ez a dinamika. Ami most viszont szerencsére megvolt. Végre egy nagyon szépen kijátszott Zitzer, Rácz, Vince, Melinda jó ütemű befutásával volt helye Szalai Babetnek. A másik oldalon meg Gerhard Fanni a 3. gólját szerezte a mai mérkőzésen, úgy érzi 12 forduló alatt 17-et. Reméljük, hogy nem most fogja megszólni. Neki sem kéne nagy önbizalmat adni. Most úgy látom, hogy okosan csinálta Dunaújváros, egymás után kétszer is ide erre az oldalra hozták a támadás befejezést. Ezekből tudnak oldani. Kopec Barbara szerez gólt, aki szintén az egyik legeredményesebb mosonmagyaróvári játékos. 31 találattal. Nem tudtuk gyors középkezdéssel rájuk rohanni a játékot, hogy visszafújták ezt a támadást. Igen, egyébként Kopec Bart is ugye dunaújvárosi nevelés, úgyhogy neki is ismerős a közeg, és hát jól ismerte fel a helyzetet, hogy egy nála alacsonyabb játékos tártanál volt hatékony. Igen, dunaújvárosi nevelés, de utána megfordult Mosonmagyaróváron, Kecskeméten, majd pedig onnan került vissza Mosonmagyaróvára. Újver Ketrin, sajnos ez a fiatalság, hogy körülött egy helyzetet, utána pedig szabálytalanul próbáltam elkodályozni az ellentámadást, 7 perces büntetés kap. Hát egymás után most 2 olyan hibát követett el, ami eléggé sújtja a csapatot. Valószínűleg érkezni fog
18-as számmal Gross Vivian, aki tavaly NBA-ben felnőtt bajnokságon a másik osztályban 95 találatot jegyzett. És hát most ismét ember hátrányban kell védekezniük, és ez egy borzasztóan bosszantó gól. Végre megvolt a sánc, ráadásul ember hátrányban védekeztek, ez is nem is egy előnyös gól volt. Sajnos pont úgy pattant meg gólja lába előtt, hogy nem fogja megfogni. Ennyi balszerencse vagy rossz momentum után reméljük, hogy most már átpillen a mérleg. Úgy látom, először vezet a Somogyaróvára mérkőzésen. Talán ezért nem kéne hagyni a Dunaujvárosiaknak, hogy belelkesse egyetlenek. És hát amiről beszéltünk, ugye a jövő heti magyar kupa meccs szempontjából sem jó. Olyan önbizalommal játszanak majd, hogy bármi esélyük lehetne. Kovács Anna villant meg, és második találatát jegyez a mérkőzésen. A Moson-Magyaróvárnak ugye a belső posztokra eléggé leszűkült a repertoárja, hiszen Kis Nikolett, aki a tavalyi szezonban 98 találatot szerzett, idén már érden folytatja, illetve fejezi be a bajnokságot, hiszen kölcsön beadta ugye az Anya Egyesülete a Győr. Ő egy rendkívül fontos játékosa volt ennek a csapatnak jobb átlövőben, illetve Lakatos Rita, aki idény közben érkezett a Győrtől. Nem játszik ezen a mai mérkőzésen, de Hajtai Vanessa sajnos belövi a vicceres balszélre. A gól csapatát büntette most ezzel a góllal. Egyébként most úgy meglepően nekem tetszik egyébként a Moson-Magyaróvárnak játéka. Okosan reagálnak a Dunaujvárosi védekezésre, és mindig jó megoldást választanak. Kudarkit nagyon szépen találja meg Takács Kusmát, tehát már felélővi a helyzetet, szabálytalankoltak elemei Kudarkit is. Szépen szedte össze a labdát, hiszen ott lógott a hátán a védő. Kudarkit maga biztosan lövi a büntetőt, és ezzel megáll. Ott a helye. Azt vettem észre, hogy zicsereknél sokszor azért hagyják ki a játékosok, a Dunaujvárosi játékosok már első ütemre ellövik, pedig a kapus folyamatosan ül le, picit kivárnának. Itt a most Kudor is megmutatta, ott a felsőben ott van a helye a labdának. Igen, a szezont három kapussal kezdte a Moson-Magyaróvár. Zeljena Sztolyák ugyanúgy, mint Kis Nikolett igazolt Érdre. Volt harmadik kapus, most nagyon jó, a Bioligen Alexa van, de sajnos, számukra sajnos jó teljesítmény nyújt, nálunk pedig kapuscsere. Érkezik az a Csapó Kira, aki a saját nevelési játékos Győrbe igazolt, ahonnan neki is Moson-Magyaróvárra vezetett az útja. Így most rajta a sor, hogy megállítsa a dolgokat. Takács Dusmáta nem ráléphette volna, nem átlépte. Igen, ez meglepő, hiszen azért a játékosok szokták érezni, nem is kell nézniük, érzik, hogy hol van a 6-os, 9-es. Egy idő után ez már beidegződés, de lehet, hogy előtte belőtték, pontosan nem láttam. Csak úgy Kirára visszatérve talán most ez egy jó megoldás lehet, hiszen a Lundainak most nem jöttek a védések. Hát, ha azért ő már a Moson-Magyaróvári kalandja után jobban ismeri őket. Nagyon jó formában igazolt el a Győri csapatba, de utána ott sajnos sérülések hátráltatták a pályafutását. Reméljük, hogy ezt a teljesítményt tudja nyújtani. Fiatal játékos, meg volt neki ez a sérülése, szépen visszajött, nagyon sok ideje van még neki. Érkezik Bízik Réka a büntetőhöz. Neki sok momentuma nem volt a mai mérkőzésen, őt legalább sikerült kikapcsolni. Klujben Ketri nagyon jól levédekezte, próbálkozott többször cselezni átemeléssel, de nem tudta megverni egyszer sem. Illetve mivel Klujben Ketri nagyon gyors, azért folyamatosan visszaért vele. Picit már talán surult a 3 másodperc határát, ez a 7 méteres. Bízik Réka első góljával. Két gólos a különbség. Viszont most sürgősen valamilyen megoldást, eredményes megoldást kellene találni a Dunaujvárosnak, viszont csak két gól a lánnak az óvár. És amit beszél...
beszéltünk, egyre jobban belelkesednek. Igen, fiatal csapatnál ez különösen veszélyes. Eddig a két csapat két bajnokságban játszott egymás ellen, két-két mérkőzést. Mind a négyszer a Dunaváros nyert, nagyon nem lenne jó, hogy ez a sorozat megszakadna, főleg, hogy ma szakadna meg. Takács Dusmát újabb büntetője, és talán most már igen egy két perces kiállítás. Nagyon okos játék, ez a beállóst a szélső védőre állítva rá az irányítója a figurától, de hiszen fizikailag is olyan nehézet megtartani. Igen, általában a csapatoknál ugye a szélsők azok filigránabb típusú játékosok, beállósok talán erősebbek, illetve ez egy jó megoldás, hogy oldalról kizárja Takács Dusmát, azt szépen be tudja forgatni, és jól megjátszák most. És mint az előbb is láttuk, amit veszik ott a felsőben, Kudor Kitti 6. góljával, egy gólos a különbség. Most láthatjuk, hogy a beálló játékos Dombi Luca ugye lehúzódik balszél, valószínűleg be fog futni. Erre kéne most felkészülni, és mindenképpen szűkíteni majd utána a területet. Egyik csapat sem vette igénybe az új szabályokat, a lehetőséget, hogy lehet hozni ilyenkor a kapust. Nem láttuk még. Igen, ez meglepő, hiszen úgymond most már divatnak mondanám, egyre nagyobb divat, hogy ezt játsszák, és mind a két oldalon gyors játékosok vannak, tehát meg lehetne ezt oldani. Lehet, hogy esetleg majd a szervai mérkőzésre tartogatják ezt a megoldást, mi van az edzők fejében. Két perces kiállítást kapott közben Cifra Anita. Nem mondom őszintén, nem láttam olyan súlyosnak ezt a szabálytalanságot, talán falból fújták, ilyenből sok előfordul a mérkőzésen, de talán most egy kicsit kompenzálva. Igen, de ezekkel a két percekkel is úgy érzem, hogy folyamatosan kompenzálni próbálnak, nagyon egyenlő arányban vannak mind a hetesek, mind a két percek aránya a két csapatnál. Nagy túrócipáros az eddig bajnokságban, nagyjából 9 kiállítás osztott ki mérkőzésenként, tehát ez végy egy kis időt kér György László. Most már látjuk, hogy védekezésben annyival próbálkozik, hogy Nick Victoria érkezik a kis padhoz közelebbi oldalra. Csamila Micsiánics viszont még mindig lóverben. Hát nem úgy néz ki, hogy ő pályára fog. Nem tudhatjuk, hogy milyen állapotban van, vagy lehet, hogy csak esetleg a végére tartogatja. Lehet, hogy még edzésen nem azt a formát mutatta. Ha már az ő sérüléséről szó volt, akkor ugye el kell mondani, hogy Kudor Kitti mellett Karnik Szabinának is pár mérkőzés ki kellett hagyni a bajnokság elé, de ő is felépült, míg a Mosonmagyaróvárban Kopec Barbarának volt egy harmadik fordulóban a jobbség, a jobbnak tűnő sérülése Kereszának gyanúval, de is igazoltak ugye Lakatos Vitát, aki a sík csontjával bajlódik kidőlt hetekre, de Kopec Barbara hetedik fordulóban már visszaállt és Varga József rendelkezésére állt, illetve Horváth Petra bal csuklója tört el, így teljes a sérültek palettája mindkét csapatnál. Szerencsénkre most, ahogy indult volna, most a Magyaróvár Dombi utca lábára pattant. Rengeteg technikai hiba van, és ez jellemző az egész mérkőzésre. Valahogy meg kéne barátkozni ezzel a labdával. Igen, hajmeresztő megoldások most. Szépen meglepte, kár, hogy elfogyott a végére, és pedig most ötöt ellen támadnak, és Kudor is, Szala is, Vince is, gyorslábú játékosok. Szép kéne ezt most húzni, ezt a falat. Érkezett talán mögötte, igen, Kovács Anna, talán az jobb megoldás lett volna, ha passzolja a labdát. Most egyénileg erőlködtek, pedig ezt a meg kellett volna lőni, most ki is egészült a Mosonmagyaróvár. Passzív jelzés. Eredet labda Kovács Annától. Tanácstalannak tűnnek. Lerolnás gólnal, 22 gólos vezetés Mosonmagyaróváriaknál. Ott jó Karnik Szabina a padon, aki az előző szezonban Debrecenben 92 gólt szerzett a bajnokságon. Ellenőtt különösen jól mennek ki a játék, 5-szer és 4-szer talált be.
nem értelem, talán egy kicsit meg megpróbálni, hogy egy... esetleg három balkezessel talán egy olyan formációban. Vagy akár azt, vagy jobban forgatni esetleg őket, hogy kicsit Kovács Anna is átgondolja, rendezze a gondolatait, illetve valóban ez a három balkezes megoldás is ülhetne. Szalai. És az ott egy kiállítás. Nagyon ez most már érett nagyon ez a két perc. Igen. Folyamatosan súrolta már a védekezés hosszú két perc. Eddig elmentek mellette, de ez most már egyértelműen durva védekezés volt. Bóti Fruzsinának kell elhagyni a játékteret, és talán most kéne egy magabiztos játékember előnyös figura, melyel kicsit közelebb jöhet le csapatunk. Szépen végigjátszott támadás. Ez egy nagyon klasszikus, szép megoldás volt, és Rácz Vince Melinda nagyon szépen értékesítette az ígyszerét. Kovács Annát most védekezésben legalább pihentetik, és Gross Vivian egy kicsit feljebb lép, hogy kikapcsolja a játékból. Megpróbálja egy picit Kovács Annát is pihentetni. Nagy szükség lesz rá majd a végén, reméljük, hogy... akár a végjátékba kellenek az ő bombagoljai ahhoz, hogy most megfordítsák ezt az eredményt. Katona Flóra nagyon felhúzódik, innen a jobb szél eléggé beszűkíti a helyet a... Moson Magyaróvár, és szerencsére bizonytalan lövés Kopecztől. Nagyon szép találat Rácz Vince Melindától. Most kicsit ő tartja életben a csapatot. Igen, hát, és akkor ismét megint a rutin és fiatalság. Milyen jó, amikor ugye van egy csapatnál egy ilyen játékos, aki ilyen éles szituációban is be tudja lőni. És talán akkor most lehet, hogy ide kéne kijátszani többet. Hajtai Vanessa állította meg szabálytalanul Gross Vivian. Ennek ellenére a dröldeles játékosnak mutatják, hogy álljon fel. Most, hogy ember előny van, ezt kéne kihasználni. Mondjuk eddig tartott. Szépen maradt Kopecz beterelve, ugye jobbkezes próbátlövőként a megfelelő területre. Próbálják minél hátrébb tolni a lövőket, minél messzebbről kelljen lőniük. Egészen jól feltolták most a védekezést. 9 méteren már a 6-os fal, az nem is 6-os, hanem 9 méteren oldalasztak. És újra átvehetjük a vezetést. Tavaly a második fordulóban találkoztunk a Moson Magyaróvárral is, ott egy kicsit hasonló volt a helyzet. Sőt, még rosszabb, hiszen fél időben 3 góllal vezetett a Móvár, sikerült 3-mal nyerni a végén. Sajnos egy újabb eladott labda is, ilyen könnyű gólok nem kellene. Igen, Dombi Luca szépen olvasta a dunaújvárosiak játékát. Rengeteg eladott labda van. Újber Ketvin készülődik beálláshoz, egyelőre nem tudjuk, hogy kinek a helyére. Bravo, nagyon szép közölődés Szalai Babettől. Neki ez igazán a játék, amikor olyan nyomás alatt tudja tartani a védelmet, akár egy cselezés, akár egy közbelődés, vagy pedig egy intemű készítés. Lehet mindig a megoldás. Ahogy nézem, hogy a belső posztokban talán 20-es számmal Gyimesi Kitty volt föld egy-két támadása, nem jól tud, nem nagyon forgat Varga József. Pedig ugye Lakatos Ida ugye nem játszik, de igazolták Bízik Boglárkát Kisvárdáról most szezon közben, illetve Jimmy Beatrix került ide Győrből, igen, egyik sem lépett még pályára. Érdekes nagyon, hogy most időt kér. És érkezik az időkérés. Érdekes, hogy nem forgatja annyira a csapatát ebben a pár játékosban. Bízik egyedül szélen variáltott többet. Igen, talán hogy az új játékosok beépítéséhez kell egy kis idő, és nem biztos, hogy most megfelelő átrendelkezésre nekik ebből. Bízhatunk abban talán, hogy viszont ezzel a
támadósorra kevés variációval játszák, hogy a mérkőzésnek valószínűleg elfáradnak a hajdára. Ezen gondolkodtam én is, hogy lehet, hogy azért lenne érdemes, hogy ne zsigelelje ki ezeket a játékosokat teljesen. Már beszéltünk a Magyar Kupa mérkőzésről, szerdán találkozik a két együttes. A Mosonmagyaróváriak a második fordulóban az NB1-s haladás, majd a harmadikban a szintén NB1-s Vasas verték meg maga biztosan mindkétszer idegenben. Illetve a negyedik fordulóban ott nem sikerült győzniük, de a 20-20-as döntetlen vendég csapatként nekik kedvezett az Almafehérvár ellen. Ők választják az ötödik fordulót ellenünk. És ez egy nagyon fontos mérföldkő lehet mindkét csapatnak, hiszen egyikük sem a Koál, sem pedig az MKC SR nem került még be a Magyar Kupa 4-es döntőjébe. Ez pedig szerdán eldől, hogy melyik klub debütál. Hozzá akartam tenni, hogy egyelőre nem nagyon jönnek be, amiket gondolunk vagy jósolunk erről a mérkőzésről. Már is belecserélt Varga Józsi középre, elkezdte forgatni a csapatát. Gerhard Fannirán szerencsére jól néz, hogy elfogadt a puskapor, és most mit tudunk gyorsabban támadni, de Petrus Busmáter rosszul megakasztja a támadást is. Amit mondtuk, hogy Karnik Szabinát megnézhetnénk György László jobbátorú pozícióban, a váltás bejött, Garnival másabb a felállásunk Kruger Ketrin. Egyelőre amiket hibázik, annyiból szerencséje van, hogy mindig hozzápattam vissza a labda. Megint nagyon szép megoldás volt, túl hamar előtte, nagyon szépen oldotta meg. Számára nem idegen ez a poszt, hiszen juniorban, junior csapatban, illetve az NB1-ben és felnőtt együttesben is játszik átlövőben. Igen, talán most kicsit ő akarja megoldani ezeket a helyzeteket. Igen, most magára vállalta nagyon ezt a szerepet, hogy neki kell megoldania. Sajnos egy újabb. Hiányzik nekem az, hogy egy vállózárással megakasztják a falat. Akkor tudnának eredményesek lenni ezek a gyorsan cselező játékosok, hogyha lenne egy zárás, ahol belecseleznének, oda kéne segíteni a védőnek, és akkor is szépen le tudnánk hozni. Illetve hát láttuk, hogy abból volt eredményes, most az utóbbi időben az Újváros, amikor vagy egy elfutó volt, vagy lehúzták összére a labdát, és most ezek hiányoznak. Csapó Kira védése. Csapó Kira duplázik, nagyszerű, viszont most sajnos egy nagyon szép figura volt, hiszen egy passzerre nincs Viktorio kiugrott a védelem tengelyéből, és oda mögé érkezett a bejátszás. Reméljük, hogy Csapó Kirával egy az egész csapat elkapja a fonalat, hiszen ebben a bajnokságban négy győzelem mellett két vereséget is elszenvedtünk hazai pályán, az Értől, illetve a Győr együttesétől. Tavaly veretlenül sikerült lehozzunk ugyanígy a bajnokságot itt pont, hiszen a Ferencváros és a Győrrel is bravúros döntetlen sikerült elérni, úgyhogy nagyon reméljük, hogy ez a remek sorozat nem fog most egy kicsit hiába csorbult ebben a fél szezonban, nem fog tovább romlani az otthoni statisztikát. Igen, de ahogy mondtad is, hogy egy tudatos építkezés van a Dunai Városnál, most azért szerintem már egyre több szerepet kapnak a fiatal magyar játékosok is. Nyilván ilyenkor nem ugyanaz az eredmény, de ez az eredmény, hogy most fejlődnek, ez az eredmény jönni fog majd, ha nem is most, lehet a következő szezonban. Ez egy nagyon szép játék volt, a két volt debreceni játékos összjátéka, talán ők jobban érzik egymást, szépen bejátszott a Tudor Karnik Szabinának. Igen, ez amiről beszéltünk, hogy második, első szándékban az indításnál Karnik Szabina fennmaradt támadásnál. Ez most lehet nem kéne spórolni egyébként az újvárosi játékosoknak, vinni, inkább ez az ő játék, vinni a lerohanásokat, befejezni, nem megállítani, nem felállni, hanem amíg még rendezetten a védelem, még nem fogalta ezt a biztos pozíciót, és ilyen szép gólok. Nagyon szép gól volt Szalai Babettől. Nagyszerű megoldás, ötödik találatát szerzi Szalai Babett. És György László most konzultál Várta Kákossal, aki a klub ifi csapatának, illetve
Feri csapatának kapus edzője. Gombi Luca nagyon jól játszik, nehéz megtartani. Abban hibáznak sokszor, hogy engedik maguk előtt a beállót, és szépen összeszedi egy kézzel, nem van a kóta, nem van a súly, hogyha beforgatja. Úgy tudnák hatástalanítani, ha mindig a labda felől megkerülni a védő, és elütték előle. Utoljára ilyen stílusú beállós játékot itt 2005 és 2008 között láttak Dunajvárosban tőled, hiszen azért van némi hasonlóság, ugye az alacsony termet. Igen, nehéz érvényesülni, talán akkor még lehetett jobban, és pont egyébként ez egy nagyon szép gól volt ismét velünk, Dettivel nagyon jól össze tudtunk játszani, hasonlóan jó labdákat kaptam tőle. A mai kézlabdában nehéz érvényesülni egyébként ilyen magassággal. Gombi Luca most viszont erre rácáfol, illetve folyamatos teljesítményével. Rácz Vincenelinger visszatérve, ő tartja továbbra is a lelket az Újvárosba, és ő tud volt dobni. Illetve most már Csapó Kira is becsatlakozott ebbe. Érdemes lenne talán hagyni a jobb oldalát, a jobb szélét a Moson Magyaróvárnak, hiszen meglehetősen bizonytalanul nőtt hatalapról, de nem is hisz be olyan helyzeteket, talán célszerű lenne ugye szorítani a játékot. Most okosan kéne lehozniuk ezt az ember hátrányt, minél hosszabban támadni, ezt jól is csinálják eddig. Talán a passzív határát. Igen, még fél perc, lassan már, mintha a játékvezetők összenéztek volna, mikor emelik fel a kezüket. Ezt kell ilyenkor csinálni. És még mindig van ugye 6 passzuk. Nagyon az új szabály szerint most már ugye 6 passzon keresztül a kiállított játékos talán már védekezésbe visszajöhet. Lőni kell. Ez könnyű zsákány. Lényinger. Arra viszont mindenképp jó volt, hogy nem tudtak lerohanni ki egész közben a Dunai város. Úgymond jól ölték most a játékot. Nagyon fontos szakasza kezdődik ugye a mérkőzésnek, hiszen most már az utolsó 10 percen belül vagyunk jócskán. Talán a pihentetett Kovács Annát is vissza lehet hozni, hiszen a percek óta odaül. Folyamatosan variálja a védekezési formációkat György László. Újfent megtalálják Gombi Lucát, aki a hetedik találatát szerzi. Az előző bajnokságban 69 gólig jutott, nem véletlenül figyeltem rá Kim Rasmussen kapitányát, viszont a legutóbbi válogatott összetartása nem hívta meg. Ellenben négy Kovács játékossal, Kuiber, Kovács, a Guntolja és Szalai lesz ott. A játékvezetők most elveszik. Ez egy kicsit agresszív visszatámadás volt, amire egyszer már talán most lehet, hogy törlesztett kapott valamit, nem előttem milyen szituáció volt. Szerencséje volt, hogy nem állították ki. Gombi Luca tartja egyébként most az Óváró csapatban a lelket, ő szolgáltatja a gólokat. Egyébként, ha így játszik továbbra is, akkor szerintem számíthat rá, hogy újra be fogják hívni a válogatottba. Kicsi sok volt, igen, bizonytalanságot éreztem én is. Bízik Boglerkánál. Rasmussen pedig szerintem szeretné kipróbálni a többi fiatal tehetséges játékos, mint például Kuiber Katrin. Azt gondolom, most ez az igazi bosszú vagy törlesztés. Igen, Katrint az előző év legjobb ifjúsági játékosának választották, és most már ugye a felnőtt kapitány látókörébe is bekerült, reméljük, hogy be tudja majd bizonyítani, hogy ott a helye a válogatottban. Látszik, hogy a válogatottnál is tudatosan majd ezt a fiatalitást meg akarják lépni. És most elveszik a Moson Magyaróvári csapattól is. Ebből a szempontból jó, hogy vannak ilyen összetartások a válogatottnak, amikor Rasmussen megnézheti, képet kap arról, hogy milyen állapotban, milyen formában vannak ezek a tehetséges játékosok. És akár majd később már egy világverseny előtti összetartásra is oda behívhatja őket. Lakás Dusmáta
egyszerű szalajáfarás követően két gólosra. Takás Dusmáta jól szállt be a mérkőzésbe, 7 métereseket harcol ki, kiállítják róla a védőket, illetve látjuk Csapukira is nagyon jól szállt be. Gerhard Fanni eddig az egyenes oldalt választotta, most váltott ugye a visszára, de szerencsére Csapókira ott volt, illetve jobb átadőben Kopec, Barba lecserélés után szinte jobbkezes játékosnak, illetve Varga József kikéri az utolsó idejét a mérkőzésre, György László lesz egy jóságot látszódott, hiszen neki még lesz egy lehetőség. Ez még akár a végjátékban jól jöhet majd neki, már most, hogy meglépett a Dunai Város két góllal, ezért is kért Varga József időt, hogy ezt visszapróbálja fordítani. György László, akárha most meglépne a Dunai Város, lehet, hogy nem is kellene felhasználnia. Úgy legyen, reméljük, hogy a végjáték már tényleg a miénk lesz. Beszéltünk erről a két fontos küzdelemről is, te volt válogatott, illetve klubjátékost, illetve nemzetközi kupában is szerepeltél, pontosan túl az, hogy milyen ez. Mit lehet most tenni az elkövetkezendő pár napban, hogy szerdáig minden ilyen ráadásul jön az ellen a csapat ellen megfelelő mentális és fizikai állapotban. Ilyenkor, amikor ilyen sűrűn vannak a mérkőzések, nyilván akkor inkább ilyen frissítő edzések vannak, nem terhelik fizikálisan annyira a játékosokat. A fizikális terhelés már ugye nyáron meg volt, jó kondiban vannak ezek a játékosok. Mentálisan kell inkább őket kisebb tartani. Csapókira védése után Dombi Luca nem fér hozzá a labdához. Kulcsfontosságú támadás szerintem lassan a 27. És egy kulcsfontosságú védés is volt. Igen, itt két gólos előnél talán most már, hogyha növelni tudnánk a különbséget, akkor nyugodtan váratnak az utolsó pár percet. Szalai. Nagyon szép ejtés Gross Vivientől, aki a szintén a Drói Városi Kohász folyázövelési játékosa. Biztató ezt látni, hogy egy fiatal 19 éves játékos a mérkőzés 57. percében rizikós állása egy ilyen hidegvérű megoldással. Nagyon jó ezt látni. Ha már a Mosó-Magyaróváról elmondtuk, hogy milyen szimpatikus, hogy fiatal játékosokat játszatnak. Nagyon jó látni a Dunai Városi részről, hogy a sok magyar fiatalt, ugye itt is az akadémia, és nem engedik el őket, hanem fokozatosan próbálják őket beépíteni a csapatba. Igen, és Molnár Beatrix és Gindeli Panda még pályára sem léptek, akik szintén Kohász nevelés játékosok, illetve ugye Csapó Kira is így vannak összesen ötten a felnőtt keretben. Ez egy jó dolog, már szokják a közeget, ők is itt vannak, játszanak a junior csapatba, játszanak akár másodosztályú csapatok ellen másik vonalon, és már úgy tudnak majd ide kerülni a... Ahogy említettem, bocsánat, a felnőtt csapathoz, hogy mint Pulverketten, illetve a többiek magabiztosan tudnak beszállni akár egy első osztályú meccsbe, viszont most úgy néz ki, hogy valami sajnos... Ez egy érdekes helyzet, Rácz Vince Melinda megsérült, mutatta ő is, mert mutatták a padról, hogy nem szeretnék, hogy bejöjjenek hozzá Ákon, így viszont, hogy bejöttek a pályára, három támadásra le kell menni. Én még ilyet nem látom, hogy mutatják a padról, és köszönik, nem kérik ápolást, a játékvezető pedig kitartóan ragaszkodik hozzá, így Rácz Vince Melinda valószínűleg ezen a mérkőzésen már maximum a legvégére jöhet vissza. Reméljük nem történt, igen, reméljük nem történt súlyos sérülés, hiszen azért látjuk, itt ő szolgáltatta nehéz pillanatokban a mellékotó elemét, az a gólokat, úgyhogy igen, nagyon mondjuk fontos, csak egy kisebb nagyon... zúzódás, reméljük. Előbb már kiemeltük, hogy beszéltünk róla, hogy Patala Flórának talán kicsit bizonytalan a játékot, az előző helyzetet is ő hagyta ki, itt három gólos erőnyben, és most már a kapust lehozva Kovács Annával a pályán támadva. Szalai. Ez egy jó megoldás, ilyen Kremler hátra mondom, hogy a faltért szabálytalanság újra fel tudunk állni, ezért az idővel is kell sáfárkodni.
és ki is használta ezt az időkérést, nagyon jókor kért szerintem György László időt. Most gondolom, majd megint megpróbálják ezt, hogy lehozzák a kapust, erre egy játékot fog bemondani nekik. Illetve éppen, hogy megint csak a passzív határát súlyozták, most még újra fel tudnak állni ez a támadáshoz. Talán jó lenne közé rakni, hogy megnyugtatóbb legyen az előny. Még egy vagy két volt, már egész mérkőzés ugye szoros eredményt hozott. Azért csak jobb lenne úgy utazni szerdán Majmoson, Magyaróvárba, a dunajvárosi lányoknak, hogy a több gólos győzelem után. És egy friss információ, a Vác ugye kapott hétközben a bajnokságban a Győrtől, és jelenleg az MTK is 7 góllal vezet a Debrecen elő, ami egy bravúr vagy meglepetés. Ez a győzelem azt jelenteni, hogy a bajnokság felénél negyedik helyen áll az együttes, egy gól előnnyel az említett két csapat előtt. Ez mindenképpen szintén egy nagyon jó vagy nagy MTK segítség lenne. Igen, ez egy meglepő eredmény az MTK eddigi eredményei alapján. Nagyon szép játék volt, ez befutott, bocsánat, a védő mögé Szalai Babett és Hajtéval, ez szóval csak hátulról. A legjobb forgatókönyv született most, illetve az lenne a legjobb forgatókönyv, ha Tudor Kiti bedobná ezt a 7 méteres, illetve emberhátrányban fog támadni most már a Mosonmagyaróvár majdnem a meccs végéig. Tudor Kiti magabiztosan lövi az újabb 7 méteres. Szintén egy rutinos 7 méteres lövő. A vége felé alakul ki a legnagyobb különbség a mérkőzésben. Így viszont nem kell emberhátrányban játszani a dunajvárosiaknak, hamarosan kiegészülnek. De még azért figyelni kell ott az ott teren a pályán is. Most már fokozatosan Bóti meg Gyimesi is Rombil utcát keresőben játszásokkal. Mivel eddig ő dobta a gólokat, kár ezért, nagyon alacsony, vagy le is Dombi utca jó zárás, tehát leszorult a fal, és ismételten hiányzott a blokk. Gerhard Falmi 6. találatát jegyzi a mérkőzésen. Ő most egy meglepetésemben rá, valószínűleg nem számítottunk, hogy ilyen mértékben, ilyen ütemben fogja szerezni a gólokat. Valószínűleg a György László is a többi más játékosokra készült. És hogy említettük az építkezést, most például a pályán látunk négy saját nevelésű dunajvárosi játékost, és ennek is jelzésértéke van, hogy a jobb szélt is saját fiatal játékosokkal oldjuk meg, ilyen helyzetben nem jön vissza a pályára Kovács Anna. Nagyon kellemes helyzet ez a dunajvárosnak, hogy balkezesekből és tehetségek balkezesekből nincs hiány. Megkezdődik az utolsó perc a mérkőzésen, 3 gólos előny. És itt kijött a fiatalság, rutintalanság, végjáték, fél perc van hátra. És azért, ha belőni a dunajvárosi 4 gólos győzelem azért. Kedves nézőink, 4. helyen fejezi be a bajnokság első felét a dunajváros, illetve szerdán nagyon fontos mérkőzés vár ránk, szintén a Mosonmagyaróvár elleni kupa mérkőzés, ahol ki lehet harcolni a kupa döntőbe a négy közé jutás. A végén még egy Hajtai van ez a gól. Nem jött be ismét, amit jósoltunk, hogy 4 gólos előny, lett belőle 2. 2 gólos győzelem, nyögvenyelős, de talán mondhatjuk azt az eredmény szempontjából jó főpróba a szerdai mérkőzése. A sportstream.hu segítségével azt a mérkőzést is közvetíteni fogjuk. Nagyon kell a szurkoló biztatása is, hiszen fontos mérkőzés vár ránk. Rita, úgyhogy úgy pár gondolata most a mérkőzésről. Dunajvárosnak mindenképpen rendezni kell a sorait. Sokszor kaotikus játék volt, sok technikai hiba volt. Eddigi mérkőzésen elég sok meccset láttam, nem volt rájuk jellemző. Hozták a kötelező 2 pontot, amit már beszéltünk, hogy nagyon fontos 2 pont, ugye előreléptek a bajnokságba, viszont amit említettél a kupa szereplés miatt,
az igazán fontos meccs az most szerdán lesz. Jogvényerős játékkal, két gólos győzelem a Moson-Magyaróvár ellen. Szerdán ennek a mérkőzésnek egyfajta visszavágója következik a Magyar Kupában. Várunk mindenkit a helyszíne is, illetve a képernyők elé. Addig is köszönjük szépen a figyelmet, hajrá Fiolász! Hajrá, viszontlátásra!